vagyunk Budakeszin a Generációk Házában, egy interaktív IASZ előadáson. Mi lesz a témája a mai előadásának? Igazából a szakmámat jöttem bemutatni, mind a lovasi IASZ-ot, mind pedig a lóképzést, és annak is a hagyományos harcászati oldalát. Önnél hogy jött az íjászat iránti szeretet? Ez egybe kapcsolható egyfajta hagyományápolással, vagy itt másról van szó az ön esetében? Nekem a családom már régóta lovagol, lovakkal foglalkozik. Én a lovaglást kezdtem el korábban, és később annak egy változatosságaként jelentkezett a lovas íjászat. Akkor már természetesen hobbi szinten íjászkodtam, volt saját íjam, de igazából a lovaglás mellé társult később az, hogy komolyabban foglalkozzam az íjászattal is. Én Pomázon kezdtem, akkor még Kozmály törzs néven futó kassai iskolájába tartozó törzsben. Ott kezdtem el lovas íjászkodni, majd később külön útra tértünk, ketté vált a törzsünk, egy része maradt a kassai iskolán belül, és egy pár taggal, meg a iskola oktatójával, vagy a törzs oktatójával egy új iskolát alapítottunk, ez lett az Íjász útja iskola, és ma már gyakorlatilag az Íjász útja iskola keretein belül gyakorlunk. Sajnos most már nem Pomázon, onnan elkerültünk, én Tökön oktatom és gyakorlom a lovas íjászatot, mind a lovaglást, íjászatot természetesen külön-külön is. A iskolának más tagjai a Dunakanyarban működnek, Szokolyán edzenek és ott gyakorolnak. Mit ajánlan a gyerekeknek? Kell-e valami különleges testi adottság az íjászathoz, vagy elég egyszerűen a nagy kitartó lelkesedés hozzá? Hát elsősorban a lelkesedés és kitartás. Természetszeretet. Igazából másra szerintem nincs szükség. Önökhöz mehetnek egész fiatalok, gyerekek is tanulni íjászatot? Így van, 10 éves kortól oktatunk íjászatot. Most tavasszal fog indulni újra kezdőcsoport, vagy íjászedzések indulnak számukra. És a lovaglást is 12 éves kortól oktatjuk. Kicsit kanyarodjunk vissza mai naphoz. Mitől lesz interaktív ez a mai előadás? Hát igazából én úgy gondoltam, hogy minden kérdésre igyekszem, egyenesen nyíltan válaszolok. Az íj maga az a hát különböző anyagokból készült, meghajtott fa, vagy ma már ugye modernebb anyagokból, régen is egyébként fából, szaruból és inból készült maga az íj. A nyilvessző meg az, ami kirepül belőle. A számszer íj az annyiban más, hogy ott egy rugós erőkar, meg a ideg, rá van erősítve egy tusra, azt úgy hívják, gyakorlatilag egy fogószerkezet, ami magát az íj részt, amikor megfeszítik, azt megtartja, nem a használójának kell tartania, és gyakorlatilag hasonlóan, mint egy puskát, egy ravasz meghúzásával oldja, vagy indítja a lövést. Igen. Viszont sokkal lassabb. Az újratöltése az macerásabb, meg lassabb. A számszeríjnak sokkal nagyobb az ereje, meg rövid távon sokkal nagyobb az átütő ereje. Viszont sokkal hosszabb a töltés ideje, meg hosszú távon az íj az hatékonyabb. Tehát nagy távolságra. Közelre használták inkább a számszeríjakat. Hát ugye a lovas íjászathoz mindenképp meg kell tanulni először külön lovagolni, külön íjászkodni. Ezért rendszeresen vannak íjászedzéseink, meg lovasoktatás. A lovasoktatás az egyénileg zajlik többnyire. És ha már mind a kettő megy önmagába, akkor szoktuk összerakni. Igazából én sose azért lovas íjászkodtam, hogy egy versenyre felkészüljek. Nekem sose volt célom az, hogy versenyen eredményeket elérjek. Maga a lovas íjászat öröme mozgat, meg a lovaglás öröme. És igazából az első versenyekre is úgy jutottam, hogy mondhatnám, hogy derültékből villámcsapásként ért, hogy meghívtak. Igen.
Hát természetesen, amikor már tudtam, hogy akkor megyek egy versenyre, akkor előtte egy intenzívebb felkészülési időszakot csináltunk. Akkor még a törzsben mindig volt egy kis válogató verseny, hogy kik a legjobbak, mindig a legjobbak mentek a versenyekre. De konkrétan azért nem szoktam csak önmagába edzeni, hogy a versenyekre készüljek, mert én az örömömet szeretem lenni benne. Az első verseny, amire elmentem, az első két verseny, azt a Jordán király szervezte. Jordán király kérésére szervezte egy emberke. Gyakorlatilag a Jordán király az, ha jól tudom, akkor nagy híve és lelkes gyakorlója a lovas pólónak, és akkor ebből jött neki az, hogy egyéb lovas sportokat is igyekszik támogatni, meg érdekli. Avval az emberrel, aki szervezte, aki a főszervezője volt, ő vele iratott is egy könyvet a világon megtalálható lovasíjász hagyományokról, és utána szerveztette meg vele ezt a versenyt. És az első versenyeknek az is volt a célja, hogy minden országból, minden nemzetből igyekezett a hagyományos lovasíjászok közül hívni versenyzőket. Ezek abszolút meghívásos versenyek voltak. Mindenki személyre szabott meghívót kapott, nálunk is járt a főszervező, megnézte, hogy hogy lovasíjászkodunk, és kifejezetten azért lettünk mi meghívva, mert hogy a hagyományos vonalat képviseljük a lovasíjászaton belül. Ott első helyezést sikerült elérni. Hát egy nagyon érdekes ország, mert hát azért erősen tartják a régi hagyományaikat, és emellett a királynak is célja az, hogy igyekszik nyitni nyugat felé, és ebből egy ilyen érdekes kettősség van az országban. Egymás mellett lehet vagy látni, sétálni csadoros nőket és rövid szoknyás lányokat, és ez egy ilyen érdekes kettősséget ad az országnak. Hát meg van egy elég egyedi mentalitásuk, vehemenciájuk, ami ugye a hétköznapokban is jól látható. Zárásként kérem, fogalmazd meg üzenetet a gyerekeknek, akik esetleg befogadók lennének az íjászattal. Ön miért szereti az íjászatot? Nagyon jó szórakozás, elsősorban. Egy természetközeli sport, madárcsicsergés, erdő, mező, lovak. Igazából szerintem ennél több nem kell a jó élményhez.